kétféle pszichopata van. Nagyon gyakran foglalkozunk a pszichopatákkal, és azért, mert úgy gondoljuk, hogy ez ennek a jelenkornak az egyik nagyon-nagyon fontos alakja. Fontosabb alakja, mint valaha bármikor. Mindig is itt voltak, mindig is jelen voltak, de a kultúrát nem nekik írtuk, nem az ő szájuk íze szerint, soha nem érezhették magukat ennyire nyerekben, és akadálytalanul soha nem nyargalhattak föl a hatalom csúcsaira csak úgy. Mindig el volt ez barikádozva, mindig el volt ez aknásítva, és a 20. században valahogy megnyílt, pont a polgári társadalmaknak köszönhetően, már nem számított, hogy milyen társadalmi osztályba születsz, akármi lehettél, és az ambícióidnak csak a gátlásait szabtak határt. Hát nekik meg nincsenek gátlásaik. És mégis két típusukat ismerjük. Van az általában ismert, vagy az általában jellemző pszichopata, és van a pszichopaták közül is kimagasló személyiségű és hatású pszichopata. A kétféle pszichopata alapvetően a döntő vonatkozásban nem különbözik. Abban nem különbözik, hogy mind a kettőben belül egy bestia lakik. Egy bestia. Mind a kettő megtanulja, hogy ezt a bestiát, ezt nem lehet akadálytalanul kiereszteni, szabadjára ereszteni, mert az ilyenek azok hát előbb-utóbb villamos székben végzik, vagy a kötél végén. Hát ők megtanulják, hogy ez egy sötét titok, és leginkább egyetlen bizalmasuk sincs egész életükben, mert senkiben nem bízhatnak meg, mert ezt a sötét titkukat, hogy nem éreznek semmit, hogy egy embert haldokolni látnak, és annyit éreznek, mintha valaki eltépne egy papírlapot, ezt nem hozhatják nyilvánosságra, nem úgy nyilvánosságra, ezt senkivel nem oszthatják meg, ezt a sötét titkot. Mert akkor őket bezárják, mert akkor őket elkülönítik, mert akkor őket megbélyegzik, és bezárul előttük az az ajtó, amit hát éppen hogy megnyitni óhajtanak. És mégis kétféle pszichopata van a világon. Mégpedig abban különbözik a kétféle pszichopata, amilyen módon kezelik ők ezt a titkukat, ezt a sötét titkukat. Az egyes típusú pszichopata ebben a vizsgálati rendszerben az egész életén keresztül titkolja, hogy pszichopata, egy álruhában, egy áll személyiség mögött, egy állarc mögött él és tölti a komplett sorsát, és időről időre, mert ugye tartósan az ember képtelen elfolytani azt, ami valójában, ideig, óráig ez lehetséges, akár hónapokon keresztül el tudja folytani, hogy ki is ő valójában. Egy idő után ez már akkora feszültséggel jár, hogy a bestiát szabadjára kell engednie. Na ez az a pillanat, amikor ez az egyes típusú pszichopata, ez gyilkol. Ez az a pillanat, amikor a sorozatgyilkos gyilkol. Itt már sorozatgyilkosnak hívjuk. És amikor ő szabadjára engedi ezt a bestiát, tulajdonképpen megéli a maga isteni mi voltát. Furcsán hangzik, de ez igaz. Ezek a pszichopaták, ezek tulajdonképpen istenek. Száműzött istenek. Nem attól istenek, mert mi isteneknek látjuk őket, mi betegeknek látjuk őket. Azért istenek, mert ők isteneknek élik meg önmagukat. Csak hogy az isteni mi voltuk, ugye miben áll az isteni mi voltuk? Ők ránk néznek, hétköznapi emberekre, és a szorongásaik, a gátlásaik, az önbizalom hiányuk alatt görnyedő, szerencsétlen nyomon megnyomorított embereket látnak a mi képünkben. És ők pontosan érzékelik, hogy ő hozzájuk képest, mi hozzánk képest ők, egy más szinten állnak. Mondjuk úgy, hogy 10 cm magasan sétálnak a járdaszint fölött. Minden percben. De ez titok. Tehát meg kell játszaniuk, hogy ők is olyanok, mint mi. Meg kell játszaniuk a gátlásainkat, meg kell játszaniuk a kéztördelő bizonytalanságunkat, az önbizalom hiányunkat. Ők tulajdonképpen mímelnek. Ellesik az egészséges pszichéjű embereknek a gesztusait, és azokat gyakorolják, hogy elvegyülhessenek köztük. De a végtelenségig nem élhetnek száműzött istenekként, az isteni mi voltukat időről időre gyakorolniuk kell. Ezek azok az aktusok, amikor a sorozatgyilkos gyilkol. És ott az áldozatát valahova elkaparja, majd visszaveszi magára
ezt az állarcot, és tovább éli a hétköznapi életét a mindennapokban, és gyűjti azt a feszültséget, ami a következő gyilkolást majd el fogja hozni. Kicsit ezt majd finomítanám, de jussunk el a másik fajta pszichopatáig. A kettes típusú pszichopata az ugyanilyen. Tehát a lelki alkata tökéletesen ilyen, de valahogy az önbizalma és valahogy az ambíciója meghaladja az egyes típusú pszichopatáit. Ő, a kettes típusú pszichopata, nem gondolja úgy, hogy neki bujkálnia kéne. Nem gondolja úgy, hogy ő az abnormális, és a nagyon sok mindenki a normális, vagy hogyha, még hogyha ő is a normális, és azok az abnormálisak, ő nem asszisztál ehhez az egyezményes normalitáshoz, amely a világ normalitása, és amelyet neki játszania, mímelnie kell. Ő nem mímel. Vagy ha mímel, még ha mímel is, az csak taktikailag és nem stratégiailag teszi. Valójában egy olyan világon dolgozik, először kicsibe, aztán egyre nagyobban, amely világ az ő pszichopátiáját jutalmazza, értékeli, abból rendszert avat önmagának. Tehát létrehoz egy olyan pártot, államot, intézményrendszert, amelyben már ő a normális, amelyben az ő abnormalitása a normalitás, és amelyben a normálisaknak kell az ő abnormalitásához, az ő általa diktált bestialitáshoz alkalmazkodniuk. Na ez a kettes típusú pszichopata, aki nem bujkál senki elől, nem alkalmazkodik az egyezményes normalitáshoz, hanem a maga abnormalitásához alkalmazza a környezetét, alkalmazza a világot, ő belőle lesz a minta, ő belőle lesz a példa, és őt mímeljék le a normálisak. Az ő bestialitásáról vegyenek példát azok az emberek, akiknek amúgy van lelkiismeretük. Na, ilyen volt Sztálin. Na, ilyen volt Hitler is egyébként. Bár máshogyan lett, mert Hitler az a sorsából és nem a genetikájából fakadóan lett az a bestia, akit ismerünk a történelemkönyvekből, ellentétben Sztálinnal, de hogy egyaránt igaz rájuk, hogy ők ezt a bestiát, ezt nem száműzik sehova, ők ezt az előtérbe tolják, rendszert és törvényt avatnak abból, amilyen az egyes típusú pszichopatának a bujkálása, abból a személytelenségből, ami bujkálásra kényszeríti az egyes típusú pszichopatát, azt ők világtörvényé avatják, és ahhoz alkalmazkodjon mindenki más a világon. És hát a helyzet az, hogy egyik sem törvényszerűen gyilkos. Az a pszichopata, hogyha normális nevelést kapott, a nagyon rossz génjei mellé kapott egy normális nevelést, az egyes típusú pszichopata soha nem lesz sorozatgyilkos, ugyanúgy bujkálni fog, és ugyanúgy meg fogja játszani a másoknak az érzéseit, mert muszáj eljátszania azt, hogy ő egy lelkes állat, és nem pedig egy lelketlen bestia. Ennek talán a leghíresebb tulajdonképpen tankönyvi esete egy híres idegtudós, egy bizonyos James Fallon, aki az Alzheimer kór egyik elismert kutatója volt, és egyszer családi mintázatokat figyelt, egészen most agyi felvételeket vizsgált, és a saját családja agyi mintázatait figyelte, amikor feltűnt neki, hogy a saját elméjéről vagy agyáról készített elektrospektrográfos felvételen egy klasszikus pszichopata agybontakozik ki, vagyis rájött, hogy ő tulajdonképpen pszichopata. És elkezdte visszakeresni a saját élményanyagát, illetve elment egy terápiára, és elkezdte feltárni a saját múltjának a pszichopátiára vonatkozó esetleges bizonyítékait, eseményeit, vagy élményanyagát, és kiderült, hogy az anyja egyébként nagyon, meg a szülei egész gyerekkorában nagyon furcsának tartották őt, hogy a környezete számtalanszor felhívta arra a szülei figyelmét, hogy nagyon figyelni kell erre a gyerekre, mert vagy el fog kallódni, vagy esetleg banda vezérré válik, vagy törvénytelen úton fog járni, és aztán a saját, neki is felidéződött egy olyan esemény az életéből, amikor egyértelműen nagyon direkt és nagyon nem csak hogy amorális, hanem mások életét és bizalmát alapvetően veszélyeztető és romboló döntéseket hozott, mégpedig az, amikor Afrikában valamilyen nem tudom, leprásokat, vagy valamilyen egyéb szörnyű járványban szenvedőket gyógyítottak, és kiderült,
hogy ott a környéken van valami terület, ahova el lehetne látogatni, és nagy izgalmakat rejt, mármint hogy orvosi szempontból izgalmas, ott van valami törzs, akiknek a vizsgálata izgalmas lenne, és rávette a bátyját arra, hogy közösen menjenek el oda, és vizsgálják meg ezt a területet. De arról nem szólt a bátyjának, hogy az utat felkelők ellenőrzik, és hogy egyébként egy életveszélyes túra. Őt egész egyszerűen izgatta ez a feladat, a bátyjának hazudott, és többször rajtuk is ütöttek, illetve a bátyjának azt mondta, hogy csak elefántokat mennek megnézni. És utána a kapcsolata a bátyjával alapvetően megromlott, és már nem is állt helyre. És ő csak utólag értette meg sok-sok évvel később, hogy ő felhasználta a bátyját arra, hogy legyen egy társa ezen az úton, aki esetleg megvédi, vagy esetleg helyet lövi le. Gond nélkül életveszélybe sodorta. Gond nélkül életveszélybe sodorta egy hazugsággal, pusztán azért, hogy a saját célja érdekébe állítsa a saját édes testvérét, és számára ez a történet nem állt így össze. Minden esetre ennek az orvosnak az esete azt jelzi, hogy akármilyen rossz géneket kapsz, tehát megkapod a sorozatgyilkosoknak a génjeit, hogyha otthon kapsz egy jó nevelést, nagyon jó, erős erkölcsi mintákat, és egy gondoskodást és egy szeretetet, akkor nem sorozatgyilkos lesz belőled, meg nem bandavezér lesz belőled, hanem mondjuk lesz belőled egy orvos, akiről hát panaszkodnak a kollégái, hogy hát nehéz ember, nehéz vele bánni, rossz főnök, stb. De hogy valójában egy mintapolgár lehet belőled, aki bár továbbra is lelketlen lény, de olyan erős külső vázat kap, olyan erős erkölcsi, morális struktúrát kap magának otthonról, hogy ezek az ösztönkésztetések, ezek nagy részt elfolytódnak, vagy elfolytódva maradnak. Ezt nevelés vagy is írhatja. Sublimálódnak. Nevelés pontosan is írhatja, és az önállóan végzett művelődése is írhatja. Nyilván az művelődik hosszabban, akinek ezt a családi körülményei lehetővé teszik. És ha szerencsés esetben, vagy irányított esetben ő a kultúrából egy érzékeny példaképet vállal magának, tehát szellemileg valaki olyanhoz vonzódik, aki nem maga is egy pszichopata, hanem egy erkölcsileg helyesen viselkedő jellem volt, akkor kénytelen lesz a szellemi vonzódásának behódolni, és akkor kialakul egy olyan kódja, ami összeegyeztethető a miénkkel, de nem erkölcse alakul ki, nem belülre írt. Nem belső, hanem külső, de legalább valami külső. Ja, szóval... amit fölvázoltál, azért reagálnék, mert még egyelőre nem tettem. A kettes típusúhoz csak annyit tennék hozzá, hogy itt ugye az MBTI személyiségjegyekről beszéltünk a múltkor, hogy nekem elég gyanús, hogy ez a J-re végződő, mondjuk egy ENTJ, és a Sztálinnal kapcsolatban azt mondják, hogy INTJ személyiségtípus volt, míg a Hitlerről ENTJ és ISTJ felmerül. Ugye ez a J betű kifejezetten azt mutatja, hogy én igazítom a valóságot magamhoz. Míg az egyes típus inkább egy INTP, vagy minden esetre tudod, egy kicsit introvertált, és különösen a valós körülmények minket közé... Minket mit jelentenek ezek a betűszavak, mert én nem tudom. Nem. Azt jelenti, hogy elfogadod az írott szabályokat, és azok között akarsz érvényesülni, ez az egyes típus, vagy pedig újra akarod írni a szabályokat, rád nem vonatkoznak, ez egy vállalkozóbb típus, vagy a pszichopata esetén egy olyan, aki pártot alapít. De a hiányérzetem azzal kapcsolatban, Robi, hogy itt, amit elmondtál az egyes típusról, engem zavar, hogy ennyire exkluzív vagy, hogy a gyilkos számít. Én azt gondolom, hogy rengeteg pszichopata van, aki nem gyilkol, és akkor is pszichopatának fog számítani. Hát van az, aki sose öl meg senkit, középértéken mindenkit kicsit bánt, az igazából elkezdi építeni azt a gyilkoló gépet, de csak egy alkatrész gyárt le hozzá, ő az, aki megnyomorítja a munkahelyeden az életedet. És van az, aki szellemileg ellenáll az előbb említettek miatt, mert véletlenül egy olyan kulturális környezetbe helyezték, ahol olyan referenciákat kapott, és olyanokhoz vonzódik, akik nem teszik lehetővé, hogy megélje ezt az ösztönét. Mert egyébként ezek az emberek elég gyakran intelligensek, és a szellemmel az ösztönt felül lehet írni, sőt, valójában rengetegen lehetnek szomorúak amiatt belül, hogy ők így sikerültek. Tudod, az ösztön és az érzelem és a szellem az
működik annyira külön szinten, hogy meg tudod figyelni, hogy benned egy bestia van, és lehet miatta szomorú. Maximum annyi, hogy hogy azt gondolom, hogy a pszichopatáknak az empátiája az csak önzésből létezik. Tehát, hogy tudod, csak olyat tud sajnálni, akinek a helyére saját magát képzeli be. Egy önsajnálatból fakad nála az, a bármilyen könycsepp a szemében, soha nem attól, hogy valami mással történik. De tudod, beképzelni sem nagyon tudja a másikba a maga helyét, hanem úgy kell, hogy legyen, hogy nála kell, hogy legyenek a részvényei. És ha akkor vele valami baj lesz, amikor ő nála vannak az én részvényeim, vagy az én bankjegyeim, akkor át tudom élni ezt a problémát, akkor a sajátommá válik. De szó nincsen arról, hogy bármelyik a kétféle pszichopatának bármelyike feltétlenül gyilkos lesz. Azt értjük, hogy az első típusú pszichopatából lesz a sorozatgyilkos, ha gyilkossá válik, a második típusú pszichopatából meg lesz a tömeggyilkos, hogyha gyilkossá válik. De ez nem törvényszerű, hogy gyilkos legyen belőle, ez meg már a neveltetésén múlik, hogy milyen nevelést kapott, hogy ő belőle gyilkos lesz-e. A gyerekkorban sublimálhatóak ezek a bestiális ösztönök, amíg még formálódik az emberi személyiség, ameddig még lágy. És aztán, amikor felnőtt korban megkeményedik, bár a pszichológia legutolsó eredményei alapján ez még akármeddig is változtatható, de azt a pszichológia legutolsó eredményei sem vonják kétségbe, hogy sokkal nehezebben és sokkal gyötrelmesebben, mint gyerekkorban. Illetve egyre kisebb eredményekkel kecsegtetve. Így van. Tehát a gyerekkorban nem kapod meg azokat az erkölcsi támaszokat, azokat az erkölcsi mintákat, meg azt a szeretetet és figyelmet, amit egyébként az emberi psziché igényel, és most értem, hogy az pszichopatának nincs abban az értelemben pszichéje, hanem egója van. Neki az egója igényli. Akárhogy is, ha egy pszichopata génekkel születő gyereket ütsz, vágsz a fáskamrában, gyilkos nevelsz. Szinte biztos. Szinte elkerülhetetlenül. Na most itt ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy jó-e az, hogyha egy jó nevelést kapott pszichopata, aki elég jó nevelést kapott, bár nem tudjuk igazán, hogy mennyire jó nevelést kapott, mert ezt ugye igazán csak akkor tudjuk, hogyha folyamatos megfigyelés alatt tartjuk, nem tudjuk, hogy vannak-e csontvázak a szekrényben, reméljük, hogy nincsenek, reméljük, hogy elég jó volt a nevelés, hogyha egy ilyen egy lesz... Egy dolgot tudunk, hogyha kisállatokat öl, ágyba vízel és gyújtogat, akkor szinte biztosan sorozatgyilkos, ez tényleg így van. Igen? Ez érdekes egyébként, hogy ez a bevizeléssel is, meg a gyújtogatás a tűzzel hogy függ össze. A ágyba vizelés, gyújtogatás, kisállatok kínzása. Értem, csak az összefüggést, légy szíves. Nem tudom, mi az összefüggés. Az biztos, hogy az ágyba vizelés, én azt gondolnám, de hát nyilván analitikus figyelme kell. De nem önmagában ez a három együtt még de mielőtt hogy, valaki hogy rosszul az lesz. Az ágyba vizelés valószínűleg valamiféle, hogy mondjam, ilyen gyerekkori vagy csecsemőkori fixáció, tehát egy ilyen felnövési képtelenség, egy ilyen regresszió, legalábbis én azt gondolnám, hogy nem nagyon lehet más, tehát egy ilyen gyerekkori trauma új leismétlődése, vagy átélése, vagy egy ilyen visszavágyódás, vagy éppen egy ilyen vissza... És ez folytatódik, hogy mondjam, a felnőtt korban. Hát bizonyos értelemben igen, egy ilyen ösztönvilágba való regresszió szerintem, ahol még ezt is el lehet engedni. Csak akkor már és a tűzhöz való vonzódás. Szerintem ezek már a pusztításról szólnak, a kezdetleges, annak a kezdetleges kiéléséről, vagy megéléséről. Bár nem minden sorozatgyilkos esetében számítanak ezek a motivumok, vagy bukkantak föl, de a legtöbb esetében igen. De azért azt szerintem fontos megegyezni, hogy amiről te beszéltél eddig a pillanatig, azok, hogy mondjam, ilyen megint csak ilyen laboratóriumi helyzetek. Tehát azért a pszichopátia is sok szempontból spektrum. Tehát azért vannak emberek, akik tisztán azok, de azért azokból valójában kevés van. Főleg úgy, hogy a dolog lehet ugye tanult is, vagy hajlamos lehetsz rá, de ezt, ahogy beszéltünk erről, a megfelelő nevelésre ezt lehet szublimálni, oldani, illetve a megfelelő mederben tartani. Tehát, hogy azért azok az emberek, akik klasszikus értelemben vett pszichopaták, valójában nagyon kevesen vannak. Azokból van nagyon sok, akiknek erre van valamiféle hajlamuk, vagy ezt a működést tanulták menet közben. És azért szerintem érdemes megegyezni, hogy azért nagyon sok embertársunkról beszélünk, és az is nagyon fontos, hogy legalábbis én így szoktam rájuk gondolni, hogy az emberben legyen valamiféle részvét. Én igenis
részvételt, úgy érzem, hogy részvételt kell éreznem, és de mert ők szerencsétlenek, meg szenvednek? Én azt gondolom, hogy ha valaki nincs megáldva az ember összes lehetséges, vagy az ember léttel járó összes lehetséges jó téteménnyel, mint például mondjuk a gátlásaid? Nem erre gondolok, hanem például az szorongásodra célzol? Igen, ami ennek a rossz oldala, de mondjuk az empátiával, ami ennek a jó oldala, akkor az igenis egy korlátozott állapot, és ezek az emberek, meg, tudom, de ezek az emberek akkor is segítségre szorulnak, és részük egyébként így éli meg. Tehát ezért mondom, hogy a nem tiszta esetek azért így élik meg. Tudják, hogy valami hiányzik az életükből, tudják, hogy a körülöttük élő emberek szenvednek tőlük, nem tudják ezt sehogy, hogy mondjam, ezt a problémát formába önteni, vagy megfogalmazni, vagy kezelni, és hosszú távon ők is szenvednek tőle. Tehát az az eset, amikor valaki valóban nem szeret, nem szorong, és nem változtat, ugye ez a klasszik pszichopata leírás, és nem tanul, az azért az ritka. Mi van a doktor úrral? Szóval, hogy a doktor úr, akarunk-e ilyen doktor urat magunknak? Reméljük, hogy nincsenek csontvázak a szekrényben, reméljük, hogy a kertben nincsenek elhantolva a hullák. Akarunk-e ilyen orvost? Mert azért megvan az előnye, hiszen az azért mindenképp egy előny, hogy az orvosodnak, amikor bemetsz, egyáltalán nem remeg a szika a kezébe, mert nem érez semmi stresszt. Csak a feladatra koncentrál, nagyon felkészült, szorongásmentesen, kiszámítottan, felkészülten dolgozik. De igen, de biztos, hogy felkészült? Miért kell neki annyira felkészülni erre? Hiszen ő egy isten. Hát, ha jól össze van rakva a személyisége, akkor ugye tartalmi hasznosság szempontjából ő a tökéletes. Az álca miatt nagyszerűség, fel, az elismerésre törekszik. Ő díjakat akar kapni, akadémikus akar lenni, azt akarja, hogy mindenkinél nagyobb hajója legyen az aligai kikötőben, amikor a pártüdülőben meghívják az ország hatalmasságai, mert olyan nagyszerű idegsebész életmenet közben, hogy már tudományos tényező. Ez mind nagyszerű. Csak mi van akkor, hogyha ugyanez az orvos, pont ezek nagyszerű tulajdonságok, meg ezektől biztonságban érezheted magad, de tényleg biztonságban érezheted magad? Hiszen ez az orvos bármikor gondolkodás nélkül eltesz téged láb alól, és honnan tudhatod, hogy nem teszel láb alól? Tudod, honnan tudhatod, hogy nem lesz egy... Mert egy ilyen döntés lerombolná. Gábor, nem rombolná le. Gábor, ez egy műhiba. Ilyen előfordul. Értsd meg, hogy nem nátrium glicerint kellett volna beléd oltani, hanem nátrium foszfátot. Most teljesen mindegy. Hát ezt eltévesztette. Az egyik hozzátartó, hogy valaki hibázott. Egy köszönő levelet. A körülötte lévő teamből valaki erre rájön, és lebuktatja a doktor urat, akkor a doktor úr karrierje és az aligai kikötő úrat. Igen, csak tudod, én már hallottam ilyen orvosokról, akik így beszélnek az osztályon, hogy az ott egy halott, az ott él, az ott halott, az ott él, és nem azért halott az illető, mert halálos beteg, hanem azért, mert az orvos már ezt eldöntötte. Tudod, ott lesz egy kis műhiba, és nem ugrik a kikötő aligán. Tudod, ahonnan te nézed, jó lenne úgy látni, hogy ugrik a kikötő. A doktor úrnak remek keze van, a doktor úr remekül medz be, csak nem szereti azokat, akik ilyen szögből néznek rá, meg akik ilyen cipőt vesznek, meg akik ilyen pofátlanok, hogy mondjuk nem köszönnek előre a drága jó doktor úrnak, és az ilyenekkel hát nem bánik olyan jól a doktor úr. Akkor így jártam, meg minek mentem oda. Az egyik rokonod becsúsztatta zsebébe egy borítékot, ami rajta van a neve, de véletlenül az Y helyett íre végződik, és te meghalsz. Aha. Tehát, hogy tudod, ilyen nüanszokon múlhat az istensége. Vagy mondjuk egyszerűen csak cigány vagy. Tudod? És nem jössz ki élve. Nem jössz ki élve, mert a doktor úr nem szereti a cigányokat. Tudod? Tehát, hogy itt van ez az orvos, és nagyon bízunk benne, mert ezek a szociopátiás, meg pszichopátiás vonásai remek sebészé avatják. De közben meg tudod, pont arra teszik alkalmatlanná, ami az orvoslásnak a lényege Robi, lenne, ami fontosabb, mint a bemetszésnek Robi, a fontossága. Robi, viszonylag tehetős fehér középosztálybeli férfiak vagyunk, ne aggódjunk. Ja, nekünk nem kell aggódni. Világos, csak tudod, arról van szó, hogy mégiscsak van valami kockázat abban, és hidd el, nem ugrik az aligai kikötő. Senki nem szólja el magát. Hány ilyen esetről tudsz? Egyről sem. Na hát, milyen kurva érdekes. Tudod, jó, de olyanról sem, hogy valaki éjszakánként vámpírrá változik, és lehet, hogy azért, mert egyszer sem fordult még elő. Tehát, hogy, Tehát ez nincs. Nem tudom, lehet, hogy van, de egyelőre, ha nincs rá bizonyíték, akkor azért az nem feltétlenül jelenti azt, hogy
hogy csak eltitkolják, jelenteti azt is, hogy hát nagyon inkább fotó azt jelenti, hogy egy kórházban, ahol olyan nagyon könnyű egyébként embereket mindenféle műhibákkal eltenni lábalól, hát ilyesmi nem fordulhat elő, hiszen hát a pszichopata orvos az ilyet sose csinálná, hiszen az ő hatalma az aligai jachtjában fejeződik ki, soha nem abban, hogy ez vagy az a beteg. Hát éppen elalszik, és nem ébredt fel. Nagyon is elhiszem, hogy vannak, nem tudom, ilyen osztályos orvosok, meg kórházigazgatók, meg főorvosok, akik élethalál urai. Ugyanakkor hajlamos vagyok azért azt is, nem tudom, gondolni, hogy a rendszer annél azért összetettebb, meg a több szereplőt mozgat, mint sem, hogy mindössze egyetlen ember jó indulatán és figyelmén, meg türelmén, meg nem tudom, pszichopátiás működésén múlna az, hogy valaki legalábbis így alszol jól. Rengeteg múlik rajta, és rettenetes hatalommal rendelkező rettenetes emberek is vannak az orvosok között. Ugye láttatok már ti is elkényeztetett ilyen hülye kutyát, meg nagyon fegyelmezett kutyát, hogy a gazdáján múlik nagyjából meg azon a nevelésen. Úgy gondolja a benned élő bestiára, legyen az pszichopátiás, vagy bármilyen vágyjal, hiúsággal, falánksággal, bosszúvágyjal élő bestia, mert mindenkiben vannak rossz tulajdonságok valamilyen mértékben. Gondolja arra úgy, hogy azt az állatot te úgy akarod nevelni, hogy egy mindent lehugyozó, mindent megdugó, neveletlen kutya, vagy egy fegyelmezett állat, ami a te szellemed, vagy az érzelmeid rendelkezésére áll. Mert ezt a feladatot végzi el magán némelyik bestia úgy, hogy nem jut el odáig, hogy valódi mély mértékben bántson valakit egész életében, és azt gondolom, hogy ez a szülők nevelésén múlik. Egy csomó minden azon múlik egyébként. Annyiszor mondjuk, hogy a gyerekek a mi jövőnk, meg ők a mi reménységeink, de ők a mi felelősségünk is, mert annyi minden hangzott már el, amibe gyerekkoron kívül már nem lehet beavatkozni. Én azt hiszem, hogy senki nem tudja kiemelni magát a saját hajánál fogva a gödörből, ennél fogva egyetlen pszichopata sem tudja önmagát normális emberré formálni, hogyha ezeket a mankókat, ezeket az erős kereteket, ezeket az erős morális alapokat otthon nem kapta meg. Tegyétek föl a kérdést magatoknak, hogy jó szülők vagytok-e, és legyetek azok.